Az éneklés és az együttlét őszinte öröme hatotta át és tette ünnepivé az idei laskói adventi kórus találkozót. A meghatottság és a nosztalgia érzései keveredtek ezen a meghitt, színes, hangulatos estén, ahol szinte észrevétlenül repült el az eltöltött idő. Az eseményen horvátországi magyar és anyaországi kórusok léptek föl. Kórusok, énekkarok és népdalkörök érkeznek a laskói általános iskolába, ahol idén is megtartották az adventi kórus találkozót. A Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület szervezésében több mint egy évtizedet tartják meg ezt a rendezvényt, amelyen horvátországi magyar és anyaországi énekkarok, népdalkörök vesznek részt. Legelőször valamikor 12-3 évvel ezelőtt egy olyan ötletünk támadt, hogy megvendégeljük volt és mostani kórus tagjainkat advent tájékán egy szép kis műsorral, és ez annyira jól hatott mindenkire, hogy eldöntöttük akkor, hogy ezt megismételjük minden évben, sőt, más kórusokat is bevonunk ebbe. Nagyon örülünk, hogy ilyenkor advent tájékán nagyon sok embernek egy kicsit megszépítjük a karácsonyra való várakozását, az adventi estéket, hisz falunkban is nagyon sok idős személy van, akinek szinte ez az egyetlen olyan este, amikor igazán meghitt környezetben és egy nagyon szép karácsonyi estével tudja várni a karácsonyi ünnepeket. Itt van Isten köztünk, ők éjjel-nappal, angyal sereg áll magasztal, szent-szent-szent az Isten, még a műsorban fellépő kórusok ezúttal is változatos programmal a magyar és más népek adventi, karácsonyi énekeinek feldolgozásaival alapozták meg a közönség ünnepi hangulatát. Az összejövetel a hagyományápolás mellett kiváló alkalmat nyújt a kapcsolattartásra is. Nagy örömre szolgál, hogy az idén is megrendezhettük az adventi koncertünket, mert azért fontos számomra, mert látom, sokan össze is jöttek, és azért fontos számomra, mert úgy hiszem, hogy ebben a karácsonyi adventi időszakban kis melegséget hozunk az emberek szívébe, meghittséget, és hogy még jobban belsőleg készüljenek föl a karácsonyi ünnepségre. Az idei találkozón a házigazda alpalusi vegyeskar mellett fellépett a magyarországi Magyar Bój és Kozár Mislen énekkara, az Újbezdánia Szent Lászlói, a Vukovária Dájhegyi, az Eszék Rétfalusi Magyar Kórus, valamint a Sepsei Népdalkör is. 5 éve lesz májusban, szóval 4,5 éve alakultunk, hát és számos fellépés van mögöttünk most már, hetente összejárunk próbákra. Mi is szoktunk szervezni népdalkörök találkozóját, humorestet. Most először mi is szeretnénk adventi estet, jövő hétvégén lesz. Egy egyszerűbb az ma estét, ami itt van. Szeretnék saját és a Sepsei Népdalkör nevében mindenkinek áldott és boldog karácsonyi ünnepeket kívánni. A 2 órás koncert kétségkívül megalapozta a közönség szívében az ünnepi hangulatot. A Kozár Mislenyi Kantika Nova énekkar életében már hagyománynak számít ez az adventi találkozó. Kozár Mislenyből jöttünk, a Kantika Nova kórus, ez ugye azt jelenti, hogy zengjetek az Úrnak új éneket, és ebben ennek a jegyében tanuljuk az új műveinket, de nem csak egyházi, hanem világi kórusművekkel is fellépünk, most már több mint 15 éve alakult a kórus egy kis magból, és körülbelül 10 éve találkoztunk a laskóiakkal, és minden évben, az idén is vendégül láthattuk őket a városnapon szeptemberben, és mi pedig énekelhetünk itt az adventi hangversenyen. A koncerten bebizonyosodott, hogy a kórusok nagy kedvel és örömmel énekelnek, fontos számukra a zene és az éneklés iránti szeretet.
A műsor csupán arra volt elegendő, hogy minden egyesület bemutassa egy kis töredékét annak a gazdag és sokrétű tevékenységnek, amellyel a hagyományok és a népi kultúra megőrzésén fáradoznak. A kórus találkozó közös énekkel zárult.